A múlt év végén módosították a terület alapú támogatásokról rendelkező törvényt, és hektáronként 6000 dinárban határozták meg a növénytermesztésre igényelhető összeg maximumát, viszont a mezőgazdasági támogatások pontos összegét még nem hozta nyilvánosságra a minisztérium. Idén csökkentett költségvetéssel számol a tartományi adminisztráció, de ennek ellenére a vidékfejlesztési program keretein belül megmaradnak a megszokott mezőgazdasági pályázatok. Szigorúan véve a Költségvetési eszközök azok némileg csökkentek, de mivel más bevételi forrásokból is származik az összköltségvetése a mezőgazdasági titkárságnak, így gyakorlatilag csak némileg lett a tavalyihoz képest módosítva az összköltségvetés. A mezőgazdasági titkárság 50%-os visszanemtérítendő támogatása összekapcsolható a mezőgazdaság fejlesztési alap 2%-os hitelkonstrukciójával. Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt 12 év alatt sikerült 3340 hitelt kiosztani, a kiosztott összeg túlhaladja a 25 millió eurót. Ez egy szép kimutatás. Nagyon fontos elmondani, hogy a visszaigénylés túlhaladja 97%-ot. Annak köszönhetően, hogy a pályázóink ezt rendszeresen fizetik vissza, a következő pályázóknak van lehetőségük ezt megpályázni. Az ipart támogatások minél hatékonyabb lehívása érdekében az Agrárkivizetési Igazgatóságnak jóvá hagytánk 103 szakember felvételét a közfoglalkoztatottakra vonatkozó létszám stop ellenére akinek már van tapasztalata, van ismerőssége a környező országokban, tudja azt, hogy nem egyszerű pályázatok ezek, tehát ö, borzasztó követelmények vannak, amit szerintem maguk, mi, magunk, mint termelők nem tudjuk ö, megcsinálni, tehát itt ugyanolyan agenciók, vagy különböző szervezeteknek föl, föl, fölépülni ö, mellénk, akik ezt a pályázatot majd megírják, és, ö, és ö, úgy tudjuk majd megpályázni, hogyha olyan írja, mert ezt maga a termelő biztos, hogy nem tudja megírni ezt a pályázatot, amit az ipart követel tőlünk. A mezőgazdasági termelők jövőre számíthatnak a Magyar Állam gazdaságfejlesztési programjából származó támogatásokra is. Hangzott el tegnap este napjaink című műsorunkban.